ötödik helyezett lett az országos fizika versenyen, Karcag Városi Önkormányzat képviselőtestületi ülése, allergia szezon. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. május 5-én 18 óra 5 perckor. Kecskés Rendmonddal, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium diákjával beszélgettünk verseny sikereiről. Az országos Buda Ágoston fizika versenyen ötödik lett Redmond, aki természettudományos vonalon szeretne tovább tanulni. Itt versenyeztem a gimnáziumban fizikából az országos Buda Ágoston fizika versenyen, ahol ötödik helyezést értem el. Igazából természettudományos vonalon szeretnék majd tovább tanulni, és ezen belül a fizika az egyik kedvenc tantárgyam, és ezért ezt tanulom is pluszba. Szereti a kísérleteket és az elméletet is, utóbbi érdekesebb. A versenyen 3 óra alatt 4 feladatot kellett kidolgoznia. Volt, ami jobban ment, volt, ami nehezebb volt. Épp ezért úgy érezte, a középmezőnyben végez majd, végül ötödik lett. Igazából ez az egyetlen egyforduló volt, és 3 óra volt, 3 órás volt a verseny, és 4 feladatot kellett kidolgozni. Próbáltam minden feladatra ugyanannyi időt szánni. Volt, ami jobban ment, volt, ami nehezebb volt, összességében nehezek voltak a feladatok. De az eredmény segített neki abban is, mi az, amit még pótolnia kell. Ha végez, orvosi egyetemre szeretne menni. Talán az így a legszimpatikusabb, de még azért nem biztos, hogy oda fogok menni. Nyelvvizsgát már 8-ban letette középfokon, most az előrehozott érettségit tervezi angolból. Az érettségin a természettudományoktól nem annyira fél, a magyarra is készül. A kidolgozós feladatok helyett inkább a teszteket szereti. Iskola után elkészíti a házi feladatot. Otthon mindig megírom a házi feladatot, készülök a következő napra, meg szoktam pluszba is tanulni. De van mellett a szabadidőm is, szoktam olvasni, vagy csak telefonozok. Jó időben családi biciklizés, természetjárás a program, de szeret sportolni is. Karcagváros önkormányzatának képviselőtestülete megtartotta soron következő testületi ülését. A napirendi pontok megtárgyalását megelőzően ajándékok átadására került sor. A testület a Karcagi Szent Anna és Sámuel Református Gimnázium technikum és kollégium diákjait köszöntötte, akik a Letia OB, legyél te is agrárgépész, országos bajnokság döntőjében nagyszerű teljesítmény nyújtottak, és remekül oldották meg a szakmai zsűri által összeállított feladatokat. Első helyezett lett a Pioneer Team csapata, a Karcagi Szent Anna és Sámuel Református Gimnázium technikum és kollégium diákjai, Décsei Attila, Nagy Pál, Ragályi Mihály, Szabó Sámuel, Kis László. Második helyezett lett a Kemény Mag csapata, szintén a Karcagi Szent Anna és Sámuel Református Gimnázium technikum és kollégium diákjai, Csala Dávid, Farkas Máté, Szabó Erik, Adamik István, Semsei Márk. Felkészítő pedagógusok Simon Gyula tanár úr volt. Az elért eredményekhez a Karcagvárosi Önkormányzat nevében Szepesi Tibor polgármester gratulált a diákoknak és a felkészítő pedagógusoknak, valamint további hasonló sikereket kívánt. Az elismerések átvétele után Rózsa Sándor jegyző adott tájékoztatást az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. A napirendi pontok megtárgyalása során a képviselőtestület elsőként a Karcagvárosi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. január 28-ai önkormányzati rendelet módosítására tett javaslatot tárgyalta. A január 27-i ülésen fogadta el a testület a 2022-es költségvetést, de az időközben történt változások miatt szükségessé vált a módosítás, amit a testület minden tagja egyhangulag megszavazott. Várhatóan a következő testületi üléseken is módosítani szükséges, hiszen nem olyan régen kerültek pályázataink beadásra a top pluszos pályázatokban, így örömmel mondom, hiszen tegnap, illetve a mai napon érkezett 2 támogató nyilatkozat, amelyben a Nagyvénkerti Városrész csapadék elvezetésére
499.999.985 forintot, tehát közel 500 millió forintot nyertünk, amely a nagyvénkerti városrész csapadékvíz elvezetését, illetve az ottani utak, egy-két zebra elhelyezését, okos zebra, okos pad és játszótér kialakítását is tartalmazza, legalábbis a beadott pályázat szerint. Nyilván ezeket felül fogjuk vizsgálni, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó hír, illetve a másik támogató okirat, ez pedig a Kinizsi úti óvodának a tető felújítására kaptunk támogatást, 59.655.543 forint értékben, tehát 60 millió forint támogatást a Kinizsi úti óvodának a felújítására, úgyhogy mindenképpen dolgozni kell majd még a költségvetés módosításán, vélhetően így akkor a fő összegek is egyre följebb kerülnek majd tornázásra. Második napirendi pont a tájékoztató a város kül- és belvízvédelmi helyzetéről, valamint a további feladatokról, amely a helyi víziközmű tevékenység fejlesztésére, a település belterületén a csapadékvízzel történő gazdálkodásra, különböző hatósági feladatok ellátására és helyi vízrendszeri és vízkár elhárítás, árvíz és belvízvédelmi feladatok ellátására vonatkozik. A napirendi pont egyhangulag került elfogadásra. Ezt követően a kül- és belterületi útjavítások szükségességéről és az elvégzendő feladatok megállapításáról szóló tájékoztatót tárgyalt a képviselőtestület. Az úthálózat kátyúsodása, hálós felületi repedezettségei kezelését a karcagvárosi önkormányzat figyelembe vette, és erre kapott támogatást is, amelyet a testület tagjai egyhangulag elfogadtak. A negyedik napirendi pont tárgya a Matarász Imre Egyesített Óvoda Tehetségsegítő Szervezetek támogatása NTP kötőjel HTTS kötőjel 22 című pályázaton való részvétel volt, amelynek célja a tehetségsegítő személyek és szervezetek támogatása megbecsülése és a hálózataik megerősítése. A pályázaton való részvételt a testület szintén egyhangulag támogatta. Ezt követően a Madarász Imre Egyesített Óvoda Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása című pályázaton való részvétel is megtárgyalásra és elfogadásra kerül, ami által elősegíthető a munkahelyi kötelezettségek és a magánélet összehangolása. Szintén elfogadásra került a Madarász Imre Egyesített Óvoda a Speciális Fejlesztés Szolgáló Programok Támogatása című pályázaton való részvételére tett javaslat, amelyet egyenként határozati javaslat szerint fogadtak el a testület tagjai. Hetedik napirendi pont a külterületi helyi közutak fejlesztésére kiírt VP6 kötőjel 7.2.1.1 kötőjel 21 kódszámú 32952778-81-es projekt azonosítójú támogatáshoz biztosítandó önerő mértékére tett javaslat, amelynek szükségességét az adja, hogy a támogatási összeg eltér a támogató okiratban lévőtől, ezért szükséges volt döntést hozni e felül is, hogy a karcagvárosi önkormányzat megkezdhesse a kivitelezést a Zádor hídhoz vezető útnak, illetve annak megvalósítását. Ez követte a víziközmű szolgáltatásra vonatkozó bérletüzemeltetési szerződésről szóló 175/2012 7. hó 28-ai határozat módosítása, amelyet minősített név szerinti szavazást követően egyhangulag elfogadta a képviselőtestület. Utolsó napirendi pont az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 9/2016 4. hó 29-ei önkormányzati rendeletének módosítása volt, amely két ok miatt vált szükségessé. Az egyik a Karcagváros közigazgatási területén létesített új óvoda működésének megkezdése, a másik pedig az iskola egészségügyi ellátás egy körzet módosítást igényel, mert orvosváltozás történt a körzetben. Ez szintén egyhangulag került elfogadásra. A nyír, valamint a kevésbé jelentős allergének számító ostorfa és eperfa félék pollen koncentrációja jellemzően közepes, helyenként elérheti a magas szintet. A platán és a tölgy pollenje országosan közepes, a ciprus és tiszafa félék, a fűz, valamint a kevésbé jelentős allergének közé tartozó gyertyán virágpora alacsony, közepes koncentrációban lehet jelen, míg a kőrisi, a juharé, illetve kevésbé jelentős allergénnek számító bükké, dióé, fenyőféléké és komlógyertyányé jellemzően alacsony. Mivel itt a tavasz, és nagyon sok
fűfa virágzik jelen időszakban, ezért a szénanátha virágpollenre allergiás egyének sokaságával ismerkedünk meg nap mint nap, akik gyógyszert keresnek, vagy tanácsot kérnek. Ez olyan speciálisan jelentkező tünet, viharos orfolyással, szemkönnyezéssel jár, hogy nem tévezhető össze az egyébként a náthával. Általában a családba előforduló aszmás megbetegedések leszármazottai gyakrabban lesznek allergiások. És mindenképpen helyes ezt kivizsgáltatni, mert rosszul léttel, esetleg légúti panaszokkal, vagy gyomorpanaszokkal is járhat. Az emberek általában tudják, hogy ők mire allergiások. A legfontosabb, hogy mindenki azért vizsgáltassa ki magát, mert azért ez nem egy gyenge betegség, hanem krónikussá válhat. Tablettás készítmények vannak, vényre vagy vény nélkül is, de szemcseppet, orrcseppet, orrsprét is keresnek, ami ezt a vizenyős szemkönnyezést, orrfolyást, esetleg torok viszketést megszünteti. A pázsit fűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan továbbra is még alacsony. Helyenként már regisztráltak néhány szemet a kevésbé jelentős allergének közé tartozó vadgesztenye virágporából is. A kültéri allergéngombák spóraszáma jellemzően az alacsony közepes tartományban található. Nagyon fontos, hogy az allergiás személy gyakran mosson hajat, arcot, és kerülje az olyan virágzó réteket, virágzó fák alá ne heveredjen le. Tehát olyankor menjen kirándulni, amikor kevésebb az allergia a virágpollen, vagy pont az a fa akkor nem virágzik, vagy az a növény, amikor ő a nyaralását tervezi. Mindenképpen otthon is gyakran kell porszívózni, jó, ha a porszívóban úgynevezett HEPA szűrő van. Az autók ablakát is nem kell lenyitni, hanem a pollenszűrő bizonyos védelmet okozhat. Nagyon fontos, hogy a ruháját is, meg ne legyen sok függöny például az alvó helyen, a hálószobában. Tehát sok ilyen kis praktika van. Nagyon jó könyvek, cikkek jelennek meg. Egyet én éppen tartok a kezemben az allergiáról, hiszen az allergiának ételallergiák, fény, fémre, kontaktallergiák, nagyon-nagyon sokféle előfordul, a tojás, a rovarcsípés is, és nagyon veszedelmes allergiákról is tudunk. Így például a rovarcsípésekkel kapcsolatosan vigyázni kell. Az allergia úgy alakul ki, hogy a szervezet tévesnek, veszélyesnek éli meg a virágpollennel való találkozást, úgynevezett hisztamin szabadul fel, és a hisztamin okozza, hogy az erek átjárhatóvá válnak, és folyadék lép ki nagy mennyiségű, ez okozza a duzzanatot, a szem kivörösödését, és egyéb kellemetlen tüneteket. Az elmúlt napokban megjelent a levegőben a nyárfaszösz, ami azonban a tévhittel ellentétben nem okoz pollenallergiás tüneteket, mivel valójában a nyárfa terméséből és annak szél által való elterjedését segítő, üres, levegővel telt allergénfehérjéket nem tartalmazó részeiből áll. Akiknél ebben az időszakban jelentkeznek pollenallergiás tünetek, annál valószínűleg a levegőben aktuálisan jelenlévő allergén növények pollenszemei okozhatják a tüneteket.
Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!